információk nélkül Csöbör Katalin is megszólalt az apufeldolgozó ügyében. 8 milliárd forintos beruházás, előre töltött steril fecskendőket gyárt a Sanofi. Miskolc-Tampere 6 évtized óta tartó testvérvárosi kapcsolat. Jó estét kívánok! Önök a Miskolc Televízió hírműsorát, a Miskolcmát látják, jönnek a részletek. Nem vett részt a tárgyalásokon, így semmilyen információja nincs arról, hogy mi történt az Androda csoport és az Alsó-Zsolcai önkormányzat közötti megbeszéléseken, így nyilatkozott híradónknak Csöbör Katalin. A fideszes országgyűlési képviselőt az akkumulátorfeldolgozó üzem letelepedésének híre kapcsán, valamint a településen és környékén kialakult nagy tiltakozás miatt kerestük meg. A politikus elmondta, a cégnek egyelőre nincs engedélye, és jelenleg a környezetvédelmi hatóság eljárás zajlik, amelynek eredményét ő is kíváncsian várja. A DK országgyűlési képviselője szerint azonban megdöbbentő, hogy a terület megválasztott országgyűlési képviselője nincs tájékoztatva és tereli a felelősséget a helyi önkormányzatra, valamint az állam és a cég közötti kapcsolatokra. Rengeteg autó parkolt múlt pénteken az Alsó-Zsolcai Ipari Park egyik csarnoka előtt. A szlovén Androda csoport munkatársai ide várták a helyi és környékbeli lakosokat, hogy beszámoljanak nekik az akkumulátor újrahasznosító gyárról, aminek az építését nemrég jelentették be. A tájékoztató fórumra a média képviselői is bemehettek, de kép- és hangfelvételek rögzítését nem engedélyezték. Információink szerint nagy volt a felháborodás, és már a fórum előtt is aggodalmukat és tiltakozásukat fejezték ki az általunk megkérdezettek. 5000-egy néhány száz ember egészségét féltjük. Különösen azok, akik foglalkozunk is a témával, én mint egészséges táplálkozási tanácsadó és életmód tanácsadó, életviteli tanácsadó, igen aggódom. Az első találkozón sok megválaszolatlan kérdés maradt, így néhány nappal később ismét lakossági fórumot tartottak, ezúttal a közösségi házban. A korrekt tájékoztatás hiánya miatt a tiltakozók felháborodása továbbra is nagy volt. Ez a lehető legszennyezőbb akkumulátorgyárak egyike, ez a megsemmisítő üzem. Szóval ez abszolút nem hiányzik. Meg akarom hallgatni az igazat, hogy most tényleg belem, szóval megmerik ezt csinálni velünk? Meg? Akkor nem is tudom, hogy hol élünk. Meg mi lesz a lakásainkkal, mert itt nem fogunk eladni egy lakást, sőt a gyerekek sem. Ezúttal jóval többen érkeztek, mint legutóbb, és több politikai párt is képviseltette magát. Több mint 300-an érkeztek. A hangulat azonban egészen más volt, mint legutóbb. A cég munkatársai nem jelentek meg. A városvezetés és a lakók pedig ugyanazt szeretnék. Ezért elsősorban szakmai jellegű gyűlést tartottak, ahol a város vezetője például a cégcsoportról is megosztott néhány információt. Amit tudunk róluk, hogy a 2023. január 26-án alapították 3 millió forint törzstőkével. Ez egy KFT. A tulajdonosai szlovének, 3 szlovén magánszemély. És ugye kezdetben Nagypáliba, ahol 551 fő lakik, aztán átjelentkeztek itt a Miskolcra, Zsigmondi útra. Tudni kell hozzá, hogy a KFT olyan gazdasági társaság, ahol a tagok a bevitt vagyonukkal felelnek vagyonukért, egyedül az ügyvezető felelőssége korlátlan a hitelezők felé. Ami azt jelenti, hogyha ez a KFT egyszer csak gondol egyet, odébb áll, mit tud tenni, mit tudunk tenni, mi Alsó-Zsolcéjak, mit tud tenni Borsod megye, mit tud tenni a magyar állam, a Magyarország, hogyha bármit maga mögött hagy, hogy tudjuk rákényszeríteni, hogy vigye a szentesét. Szilágyi László azt is elmondta, megdöbbentőnek tartja, hogy egy ebben az esztendőben 3 millió forintos törzstőkével alakult KFT belevág egy 10 milliárd forintos beruházásba, ráadásul úgy, hogy azt a magyar kormány 4,7 milliárd forinttal támogatja. Én nagyon örülnék annak, hogy a Fidesz országgyűlési képviselője is csatlakozna hozzánk.
Mindkét lakossági fórumon többen is hiányolták Csöbör Katalint. A terület fideszes országgyűlési képviselőjét mi is megkerestük. A politikus egy arnóti beruházás ünnepélyes átadója után nyilatkozott stábunknak, mint mondta, azért nem vett részt az alsózsolcai lakossági fórumokon, mert hivatalos elfoglaltságai miatt nem ért rá. Természetesen teljes mértékben az alsózsolcaiak mellett állok, hiszen alsózsolcaiként én nem tehetek más, nem is tehetnék mást. És csak mint mondtam, egy környezetvédelmi hatósági eljárás folyik. Nincs engedélye a cégnek. Kíváncsian várom az eredményt. Ennek ellenére az országgyűlési képviselő Facebook oldalán üdvözölte az Andrada csoport letelepedésének hírét. Külügyminiszter úr posztját osztottam meg. Minden beruházásnak szoktak örülni a településen. Úgy tudom, az önkormányzatok is szoktak örülni, hiszen munkahelyet létesít, iparűzési adót, építményadót jelent a településnek. Az, hogy miféle cég? Én nem vettem részt a tárgyaláson. Nem vettem részt sem az önkormányzati és a cég által folytatott egyeztetésen, sem máson. A DK országgyűlési képviselője szerint megdöbbentő, hogy a fideszes országgyűlési képviselő a betelepülni készülő céggel kapcsolatban semmiről nincs tájékoztatva. Aki valóban az alsózsolcaiak érdekéért van bent a parlamentben, az nem tesz egy ilyen nyilatkozatot, hogy semmit nem tud arról, hogy ebben a választókerületben, ezen a település részen mi történik. Tehát neki kellene a legjobban képbe lenni és tájékozottnak lenni, és a lakossági fórumon neki kellett volna elsőként megszólalnia, és ha az alsózsolcaiak azt akarják, nem szeretnék, hanem azt akarják, hogy ez az üzem ne létesüljön, akkor emellé kell állnia. Mi komolyan gondoljuk, hogy az emberélet nem játék. A környezetszennyezéssel nem lehet tréfálni. Felelősségteljes kormány, mely Magyarországon nincs, társadalmasítás, környezettanulmány, korrekt tájékoztatás nélkül nem állítja a társadalmat, az embereket kész tények elé. Hozzátette, ez nem csak Alsó-Zsolca ügye, hanem minden környező településé. Új előre töltött steril fecskendők előállítására alkalmas gyártósort avattak pénteken a Sanofi Csanyik-völgyi gyár egységében. A csaknem 8 milliárd forintos beruházást az állam 1,2 milliárd forinttal támogatta. A fejlesztéssel másfélszeresére nő az eddigi gyártókapacitás, és még többen férhetnek majd hozzá az életmentő véralvadásgátló készítményekhez. Az átadó ünnepségen Szijjártó Péter miniszter úgy fogalmazott, a vérhigító injekciós termékek előállítása tekintetében Európa egyik legkorszerűbb üzemévé válik, és világszinten is az egyik vezető pozícióra tesz szert. Magas színvonalú technológiát alkalmazva, folyamatosan fejlesztett eljárásainkkal állítjuk elő így gyógyszertermékeinket. A Sanofi Csanyik-völgyi gyár egységének igazgatója köszöntőjében arról beszélt, hogy a több mint 400 főt foglalkoztató üzem Európa egyik legkorszerűbb ampulla és fecskendőgyártó üzeme, csak nem 4 évtizede működik. Az elmúlt 10 évben több mint 22 milliárd forint értékben fejlesztettek a telephelyen. 13 regisztrált termékünkből évente több mint 200 millió egységet juttatunk el innen, a világ több mint 60 országába. Ezért joggal mondhatjuk el, hogy mind terápiás, mind földrajzi értelemben széles körbe járulhatunk hozzá betegek millióinak gyógyulásához. Tesszük mindezt a Sanofi Magyarország egyik legjelentősebb egységeként. A jelenlegi beruházást 2020 őszén jelentették be, és az állam 1,2 milliárdos támogatásával készült el. Az új csúcstechnológiás előretöltött steril fecskendő gyártósort a közelmúltban helyezték üzembe, de a berendezésről felvételeket nem készíthettünk. Csöbör Katalin országgyűlési képviselő a hivatalos átadón elmondta, reméli a Sanofi példa lesz a többi francia beruházónak, és még vonzóbbá fog válni Miskolc és térsége a befektetőknek. Én köszönöm a cég immárom több évtizedes elkötelezettségét itt a térségünkben. Gratulálok a beruházáshoz, és nagyon köszönöm a kormánynak azt a segítséget, amely Miskolc és térségében tesz, támogatja a Miskolc és térségének a fejlesztését, és támogatja a Miskolc és térségében működő vállalatokat. Szijjártó Péter a megnyitón úgy fogalmazott, a Sanofi a világ egyik legjelentősebb biotech vállalata.
amely 90 országban rendelkezik valami fajta érdekeltséggel, ezért itt mindig hatalmas nemzetközi verseny van egy-egy ilyen újabb beruházásért. A miniszter beszédében kitért a jelenlegi nehézségekre, az utóbbi évek sorozatos válságára és a maikor legnagyobb egészségügyi krízisének számító koronavírus járványra is. Azok az országok lehetnek biztonságban az ilyen veszélyes időszakokban, amelyek saját maguk rendelkeznek azokkal a kapacitásokkal, képességekkel, gyártási kapacitásokkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy meg tudják védeni saját magukat és a saját polgáraikat. Tehát aki kevésbé van másokra utalva, az van igazán biztonságban. És itt a tradicionálisan erős és nemzetközileg is rendkívül versenyképes magyar gyógyszeriparnak nagyon fontos feladata és szerepe van. A tárcavezető hangsúlyozta, a magyar gyógyszeripar 86%-os exporthányaddal dolgozik, a Sanofi pedig ebben élen jár, 140 milliárd feletti értékesítéssel, a 22. legnagyobb kivitelt felmutató vállalat az országban. Ez hozzájárult a tavalyi 142 milliárd eurós exportrekordhoz is, ami a világranglista 34. helyét jelenti, miközben Magyarország a lakosság számát tekintve csupán a 95. A Miskolci Egyetem kiemelt támogatója díjat kapta meg a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az elismerést az egyetem hallgatóinak szakmai gyakorlati képzés támogatásában, valamint az oktatási és kutatási együttműködések elősegítésében végzett tevékenysége miatt kapták. A Miskolci Egyetem ünnepi kitüntetés átadó szenátusi ülését pénteken délelőtt rendezték meg. Ünnepélyes megnyitóval indult a Miskolci Egyetem kitüntetés átadó szenátusi ülése péntek délelőtt. Az eseményen többek között átadásra kerültek a Miskolci Egyetem díszpolgára kitüntetések is. A Miskolci Egyetem szenátusa az egyetem hallgatóinak szakmai gyakorlati képzés támogatásában, valamint az oktatási és kutatási együttműködések elősegítésében végzett tevékenysége elismeréseként díjazta a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamarát. Évek óta szoros kapcsolatban a Miskolci Egyetemmel és a iparkamaránkkal, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei iparkamarával. Igyekszünk képviselni a megye vállalkozásainak a kívánalmait az oktatás területén. Ez jelenti azt, hogy milyen szakmákban, milyen minőségű embereket próbáljunk meg utánpótlást szerezni. És nyilván ez a itt lévő vállalkozások legnagyobb érdeke. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara a Miskolci Egyetem kiemelt támogatója díjat kapta meg. 60 éve testvérváros Tampere és Miskolc. Ebből az alkalomból kétnapos látogatásra érkezett a finn település képviselői, akik ellátogattak a Miskolci Egyetemre, az idén 200 éves színházhoz, a 30 éves bábszínházba és a polgármesteri hivatalba is. A delegációt a Miskolci városvezetés fogadta. A program pénteken a Miskolc Tampere 60 című tárlat megnyitójával ért véget. A kétnapos látogatásra érkezett finn delegáció a Miskolci Egyetem megtekintése után csütörtökön egy belvárosi sétán ismerkedett meg a település épített örökségével, köztük a 200 éves Miskolci Nemzeti Színházzal. Este pedig a 30 éves Csodamalom bábszínházat is felfedezték. A Cinefest ideje alatt a Cukorterem nevet viselő színházteremben egy élőzenés vetítést láthattak a résztvevők. A produkció egyben Tampere ajándéka is volt testvérvárosának, Miskolcnak. A vendégeket Veres Pál polgármester köszöntötte. Annyi közös, annyi hasonló van közöttünk a két város között, ami összeköt minket az elmúlt több mint fél évszázadban, összeköt ma is, és majd reményeink szerint még évtizedeken keresztül összeköt majd bennünket. Péntek reggel a hivatalos program a Városházán folytatódott, ahol Miskolc alpolgármesterei a városfejlesztési elképzelésekről számoltak be a finn partnereknek. Miskolc turisztikai attrakciói mellett szó esett a hodobai programról és a részvételi költségvetésről is. A Miskolc és Tampere közötti testvérvárosi kapcsolat 60 évvel ezelőtt kezdődött. A delegációt vezető finn nagykövet szerint a két népet nem csak nyelvrokonság fűzi össze. Talán
Az országok közötti kapcsolatoknak három alappillére van. Az egyik a 100 éves múltra visszatekintő baráti, diplomáciai együttműködés, a másik az evangélikus gyülekezetek közötti együttműködés, a harmadik pedig a testvérvárosi kapcsolatok. Több mint 500 ilyen megállapodás született finn és magyar városok között. Pécs után Miskolc volt a második ilyen az 1960-as években, mondta a finn nagykövet. A találkozón elhangzott, ez a testvérvárosi kapcsolat Tampere történetében is a legrégebbi. Nagyon boldog vagyok, hogy együtt, közösen ünnepelhetjük a 60 éves jubileumot. Örülök, hogy itt lehetünk és magyar barátainkkal a kulturális, oktatási és városüzemeltetési témákról is kötetlenül tudunk beszélgetni, mondta az alpolgármester. Varga Andrea alpolgármester szerint a testvérvárosi kapcsolatoknak óriási jelentősége van a hétköznapokban is, hiszen a különböző országokban működő önkormányzati rendszerek jó gyakorlataiból rengeteg tapasztalat szerezhető. Tampere számunkra egy példaértékű város, hiszen rendkívül sok olyan szociális innovációval rendelkeznek, amely a mi problémáinkra is megoldást jelenthet, hogyha ezeket a tapasztalatokat beépítjük a város működésébe. Tampere szintén a 100 klímasemleges városok között az egyik élenjáró város, akiktől nagyon sok tapasztalatot és tudást szerezhetünk. A delegáció látogatása és a 60 éves kapcsolat megünneplése a Miskolc-Tampere 60 című tárlat megnyitójával ért véget a Városházán. A közösségi média jogi kérdéseivel sokan nincsenek tisztában, egy poszttal akár súlyos jogsértéseket is elkövethetnek az internetezők. Ezt mondta a híradónknak dr. Halász Csenge. Egy interaktív előadásban boncolgatták a témát. A workshop a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, a Cinefest és a Miskolci Egyetem szervezésével jött létre. Az előadáson szó esett arról is, hogy hogyan használhatjuk majd biztonságosabban a közösségi oldalakat. Nem feltétlenül tudjátok az adott kérdésnek a jogi vonatkozását. Előadást tartott dr. Halász Csenge, a Miskolci Egyetem egyetemi tanársegédje péntek délután a Művészetek Házában. A workshop az NMHH, a Cinefest és a Miskolci Egyetem közreműködésével jött létre. Az interaktív előadás témája pedig a közösségi média jogi kérdései voltak, amelyet figyelemmel hallgattak végig a diákok. Ennek a mai workshopnak az a célja, hogy az érdeklődő diákokhoz egy kicsit közelebb hozzuk a közösségi médiának a kérdéseit, mert hogy minden nap használják ezeket az oldalakat, szerintem teljesen egyértelmű, és talán kicsit közhelyesen is hangzik, de a jogi kérdésekkel nagyon sokszor nincsenek tisztában. Tehát, hogy egy-egy poszttal akár súlyos jogsértéseket megvalósíthatnak, mi az, amit jogszerűen közzé lehet tenni, mi az, amire oda kell figyelni ezeknek az oldalaknak a használata során. Dr. Halász Csenge híradónknak azt mondta, a workshopon külön szerette volna felhívni a figyelmet arra, hogy milyen veszélyeket rejt a személyes adatok megadása a közösségi médiában. Nagyon sokszor halljuk, hogy mennyire veszélyes, és hogy körültekintően kell eljárni, de hogy muszáj egy kicsit a mélyére esni, hogy miért veszélyes, milyen következményei lehetnek annak, hogyha mindenhová feltöltünk képeket, beírjuk a különböző személyes adatainkat, tehát nagyon fontos, hogy lássuk, hogy pontosan ennek milyen következményei lehetnek. Az előadáson szó esett a metaverzum és a különböző közösségi oldalak fejlesztési irányairól, illetve arról is, hogy hogyan használhatjuk majd biztonságosabban a közösségi oldalakat. 14 új közterület felügyelővel bővült a Miskolci önkormányzati rendészet állománya. Az augusztusban sikeres vizsgát tett jelentkező péntek reggel kapták meg az őket megillető jelvényt és igazolványt. A rendészet és a Miskolci Szakképzési Centrum idén először indított közös tanfolyamot. A felkészítés elméleti és gyakorlati oktatásból állt. Az új közterület felügyelőket a város polgármestere Veres Pál is köszöntötte. Sok sikert kívánom, hogy összkitartás a munkát. Köszönöm, Miskolc a szolgálat. 14 új közterület felügyelővel bővült a Miskolci önkormányzati rendészet állománya. A dolgozók péntek reggel kapták meg az őket megillető jelvényeket és igazolványokat, amelyet a város polgármestere adott át. Gratulálok, sok sikert kívánok és jó egészséget. Veres Pál híradónknak azt mondta, fontos, hogy erősödjön a miskolciak biztonságérzete. Ez az kell, hogy a közterület felügyelőink ott legyenek a terepen, láthassák őket, és valóban megfelelő módon tudjanak intézkedni.
Ez azért fontos, mert azt gondolom, hogy a jogkövető állampolgárok számára szükséges az, hogy biztonságban érezhessék magukat. Akik pedig nem erre számítanak, azok pedig érezzék annak a súlyát, hogy ennek következményei lehetnek. Úgyhogy én gratulálok a vizsgáltevő zömében fiatal közterületfelügyelőknek, kívánok nekik nagyon jó munkát, és óvjanak, védjenek bennünket és Miskolc biztonságát. Az új közterületfelügyelők még augusztusban tettek vizsgát. A rendészet és a Miskolci Szakképzési Centrum idén először indított közös tanfolyamot. A felkészítés elméleti és gyakorlati oktatásból állt. Kifejezetten az volt a célunk a Miskolci Képzési Centrummal együttműködve, hogy végre helyévé tegyük ezt a képzést és ezt a előmenetelt is. Az augusztusi vizsga után a kollégákat a gyakorlati képzést követően kifejezetten arra készítettük fel, hogy Miskolc város önkormányzati rendeleteihez illeszkedve, azokat végrehajtva Miskolchoz pontosan illeszkedve hajtsák végre a szakmai feladatokat. A Miőrnél jelenleg is zajlik a toborzás. Továbbra is várják azokat a jelentkezőket, akik a szakmai feltételeknek megfelelnek. Ha péntek, akkor kilátó, ma este a híradó után új műsorral, aktuális témával jelentkezik a Miskolc Televízió közéleti magazin műsora. Az Arszakra Fesztivál hivatalosan szeptember 16-án kezdődik, de Miskolcon már 15-én egy zarándoklattal indul az esemény. A fesztivál 9 napon át több mint 40 programot kínál. Az országos programsorozat egyik legaktívabb helyszíne lesz a Borsodi Vármegye székhely. Képzőművészeti, irodalmi, zenei élmények sokassága várja majd az érdeklődőket. Ennek részleteiről kérdezi a ma esti kilátóban a szervezőket kolléganőnk Spillmann Nóra. Nagyon lelkesen csatlakozott mindenki, így lényegében 17 civil szervezet rögtön csatlakozott, és akkor folytattuk a szervezést, és elmentünk minden felekezethez, megkerestük a felekezeteket, hogy segítsenek, kapcsolódjanak be. Elmentünk az összes keresztény felekezeti iskolához, mindenkit személyesen kerestünk meg. Aztán bekapcsoltak az intézmények, hát olyan intézmény, mint a Miskolci Egyetem, a Miskolci Szimfonikus Zenekar, és hát nem akarom felsorolni részletesen, de 12 nagy intézmény is bekapcsolódott ebbe az Arszakra Fesztiválba. Így alakult ki ez a Miskolci Arszakra Fesztivál programja, ami hát végül is 9 napon keresztül 46 programot tartalmaz, és jelen pillanatban 400 résztvevő művész készül a bemutatóra. DVTK-s Soroksár találkozót rendeznek az élvonalbeli női labdarúgó bajnokság negyedik fordulójában. A DVTK hazai pályán fogadja majd a Liga újonc Soroksár csapatát. A Diósgyőr a két top favorit ellen kezdett, majd jött egy idegenbeli pontszerzés, szombaton pedig jön az újabb hazai párharc, ahol első győzelmének megszerzésére készül a Miskolci együttes. Pillanatkép a Bém Gábor irányításával szereplő DVTK női labdarúgó csapatának edzéséről. Az egyik legfiatalabb átlag életkorú csapatként a DVTK egy döntetlen és két vereség mutatóval rajtolt a Szimplő Ligában, ám ehhez azért a sorsolás is hozzájárult. A bajnokság negyedik fordulójában szombaton hazai pályán játszanak majd a piros-fehérek, az ellenfél pedig az élvonal újonca Soroksár együttese lesz. Az első két fordulóban a Simple League a két legjobb csapatával játszottunk. Ennek is meg a vereségek ellenére, megmondom őszintén, megvoltak a pozitívumai. Itt gondolok arra, hogy mind a két csapat ellen, a Ferencváros és a Győr ellen is megvoltak a helyzeteink, illetve a Győrnek rúgtunk 3 gólt, és a Ferencváros ellen is volt 2 zicserünk, amit nem tudtunk gólra váltani. Tehát eljutunk a kapuig, csak fel kell tenni az ére a pontot. A soron következő ellenfél a Soroksár ellen többek között az is segítheti a vezetőedző elképzeléseinek megvalósulását, hogy hétfőn jelentette be a klubba 20 esztendős svéd támadó Elmas Majic leigazolását.
ugyanis a vezetőedző szerint a helyzetek kidolgozása kevésbé problémás, de azok értékesítése már nehezebben megy. A Soroksár elleni bajnokira készülve ez, vagyis a támadások építése, a befejezések gyakorlása volt talán a legfontosabb elem. Ebben az évben is 4 meghatározó játékost kellett pótolni, akik standard játékosok voltak. Én azt gondolom, ez sikerült. Igaz, hogy még fiatalabb lett a csapatunk, mint tavaly volt. Ezáltal borzasztó, hogy türelem kell a játékosokhoz. A játék a csapatjátékunk kialakításához is kell türelem, mert most már tényleg van 2-3 olyan nemzetközi szintű játékosunk is, akit szeretnénk beépíteni. Ezt a folyamatot pedig a győzelmek segítik talán a legjobban. A szezon első sikerének megszerzésében bízik éppen ezért a vezetőedző a szombaton 15 óra 30-kor a DVTK edzőközpontban esedékes bajnoki erőpróbán, amikor is az élvonal Ujancával, azzal a Soroksárral találkoznak a piros-fehérek, akikkel az előszezonban már összefutottak, és akkor soroksári siker lett a vége. Így remek alkalom nyílik a visszavágásra. Nyári melegre számíthatunk a hétvégén, részletek a hamarosan kezdődő időjárás jelentésben. A Miskolc Ma után közéleti magazin műsorunkat a kilátót láthatják, riportjainkat a minap.hu-n visszanézhetik. Holnap heti hírösszefoglalóval a Krónika jelentkezik, új híradóval legközelebb hétfőn este 18 órakor várjuk Önöket. A műsort készítő kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!